kis múzeumok felújítása néhány évvel ezelőtt kezdődött meg a Czóbel Múzeumnak a felújításával a templomdombon. Most a Kmetti János Múzeum került felújításra, jövőre pedig tervezik a Barcsai Múzeumnak a megújítását, és az azt követő évben, hogyha minden jól megy, akkor a főtéri képtárat, kereskedőházat is fel tudjuk újítani. A múzeum koncepciójának az alapja az volt az új Kmetti Múzeum állandó kiállításával, hogy reprezentatív módon bemutassa Kmetti János életművét. A gyűjtemény, ami Kmetti özvegye adományozott annak idején 1981-ben a múzeumban, természetesen nem alkalmas erre, az az életműnek főként a korai szakaszában keletkezett művekből áll. Úgyhogy abból is kiállítottunk jó néhány művet, de a kurátor Bodonyi Emőke kiegészítette olyan munkákkal, amelyek révén az életmű egésze áttekinthető ezen a kis kiállításon. Ez a mostani kiállítás egyértelműen arra törekszik, hogy az életművet, ha röviden is, de áttekintse, de ugyanakkor viszont sikerült olyan nagyon jelentős hazai magán- és közgyűjteményekből kölcsönözni műveket, amelyek ilyen összetételben ebben a múzeumban még soha nem volt látható. Ez egy állandó kiállítás, de ugyanúgy, ahogy a Czóbel állandó kiállítás esetében évente megújítjuk majd, ami azt jelenti, hogy egy-egy új művet vagy műcsoportot behozunk a kiállításra. Egyrészt azért, hogy legyen értelme azoknak is végignézni újra ezt a kiállítást, akik korábban már látták, ez egy nagyon fontos szempont. Másrészt pedig így teljesedik ki majd a Kmetti örökség, aminek az ápolása nekünk nagyon fontos feladatunk. Kölcsönzött műtárgyak közül volt olyan műtárgy, aminek a kölcsönzésében egyáltalán nem reménykedtem, de megpróbálkoztam vele, és hát volt olyan három műtárgy együttes, amikor közölték, hogy kölcsönadják egy évre, akkor könyvbe lábadt a szemem, és hát magángyűjtőktől is úgy kaptam kölcsön főműveket, hogy nem hittem el, hogy itt van. Úgy gondolom, hogy ez a mai kiállítás megnyitó több szempontból is nagy jelentőséggel bír. Az egyik, amiről beszéltünk, magának az épületnek a megújítása, a másik természetesen az a művészeti tartalom, ami Szentendre szellemiségéhez méltón mutatja be egy nagy szentendrei művésznek a alkotásait. Ez a nagy közönségnek szóló kiállítás, az a célunk, hogy itt a főtéren a turistáknak is legyen nem csak kedvük, hanem érezzék úgy, hogy értelme is volt annak, hogy bejöjjenek, tehát legyen kedvük és legyen okuk bejönni, adják tovább a jó hírét ennek a kiállítás. Mert itt azért egy 20-30 perces kiállítás látogatást követően egy rendkívül gazdag élménnyel gyarapodnak.